Egész nap rúgták a bőrt a kishegyesi labdarúgópályán. Az egy évszázados évforduló délelőttjén a gyerekeké volt a főszerep. Az Egység labdarúgó klub nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás kinevelésére. Jelenleg 120 gyerek tagja az egyesületnek. Mindegyikük másokból választotta ezt a sportágat. Azért, mert apukám is focista volt. Azért érdekes nekem, mert... Mert szeretek nagyon focizni. 5 mérkőzés szerepelt a jubileumi programban. A különböző korosztályok bajsai, topolyai, szabadkai és belgrádi csapatokkal mérkőztek meg. Az Egység évek óta nem tudott kilépni a topolyai ligából. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép évforduló, hogy 100 évet meg tudott élni a labdarúgás, és hát ennek az évfordulónak a kapcsán mi szeretnénk egy kicsit még magasabb nívóra emelni, meg hát szeretném minél több gyereket látni, aki sporttal foglalkozik. Nem csak kondícióban készültek fel az évfordulóra a kishegyesiek, a pályát és környékét is rendbe hozták. Tataroztak, festettek. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy együtt ünnepelhessük Kishegyes községben az Egység labdarúgó klub 100 éves fennállásának 100 éves évfordulóját, mind anyagilag, mind aktivisták által, mind a koordinációban. Mindenféleképpen támogattuk ezt a rendezvényt. Vasárnap délelőtt az Egység első csapata a Győri Etót fogadja. Ezzel a meccsel fejeződik be a jubileumi mérkőzés sorozat.